Cegléd iskolásainak kínál már több hete programot a Ceglédi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által szervezett Erzsébet tábor. A fiatalok természetesen váltásban hetek óta vesznek részt a különleges programokon, köztük sok mozgás is van. A gyerekek nagyon szeretnek mozogni, én azon csodálkozom, hogy ennyit tudnak reggeltől estig futkározni, játszani. Igazából a meleg most egy kicsit azért visszafogja őket, tehát vigyáznunk kell, hogy nehogy napszúrás kapjanak, ezért sapkát teszünk fel nekik, illetve hát nyilván árnyékba fogunk húzódni délután. A ceglédi iskolákból érkezett gyerekek nagyon élvezik a tábort, és lelkesen számoltak be a programokról, vagyis egy részükről, hisz sok volt már ezen a héten is. Voltunk lovaskocsin, játszottunk, meg olyan is volt, térképpel így gyalogoltunk a játszótérig. Mert miért kellett térképpel gyalogolni, ez feladat volt? Ilyen feladat volt, hogy mondjuk találj meg egy ajtón egy írás, vagy harapós kutya, vagy valami, és aztán a végén más volt a játszóter. A Táncsics iskolából érkezett két ifjú hölgy pedig arról is mesélt, hogyan is kerültek ebbe a táborba. Én szerettem volna jönni, tetszettek a programok, ezért kértem anyát, hogy írasson be, és megtettem. Nekem is ugyanez volt, hogy tetszettek a programok, és anyával úgy gondoltuk, hogy jó a tábor, meg múltkor is voltunk, és nagyon jó volt, és azért. Mi történt eddig veletek? Mi volt a legkedvesebb program? Hát nekem azt tetszett a legjobban, amikor tegnap lovaskocsival voltunk egy tanyán, és onnan, ahogy visszafele jöttünk, mindenkinek integettünk, és nagyon lelkesen visszaintegettek. Hát nekem az volt a legjobb, hogy lovaskocsival jöttünk vissza, és lehetett etetni a lovakat. A panzióban egyébként nem csak csobbanhattak, hanem sok-sok szép állattal is találkozhattak a gyerekek.